Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai nap azt mutatom meg nektek, hogy milyen könyveket vásároltam a könyvfesztivál óta. A könyvfesztiválos vásárlásaimról készítettem egy videót, és azóta is kerültek hozzám könyvek, bár nem olvastam még el az összeset, amiket a könyvfesztiválon vettem, de szerintem egészen jól haladok velük. Az első könyvet Moiról vettem meg, ez pedig az első Csók és egyéb démonok. Ezt azért vettem meg, mert kiválasztottuk Buktyúk Könyvklub közös könyvnek, és szimpatikus volt, és gondoltam, hogy akkor én is részt veszek az elolvasásában. Tetszett a történet, van is róla egy kibeszélő, azt majd linkelem a leírásban. Ilyen suli, szellemkutya, nyomozás, első szerelem fiú szemszögből. Szóval, hogyha valakit érdekel valamelyik kulcsszó, akkor szerintem érdemes vetni rá egy pillantást. Következőnek könyveket rendeltem, amik egész későn jutottak el hozzám, ugyanis volt közte egy előrendelés. Azt hiszem, hogy augusztus elején rendeltem meg a könyveket, és most szeptember 7-én érkeztek meg. Ez pedig nem más, mint azok a könyvek, amiket a könyvmajképző kiadó 2 plusz 1-es akcióján rendeltem. Úgy gondoltam, hogy ez egy túl jó akció a könyvmajképzőtől, akiknél azért nem szokott a jobb, népszerűbb könyveikre túl nagy kedvezmény lenni ahhoz, hogy kihagyhassam. És már régóta tervezem beszerezni az Apollón próbáit, ugyanis én valahogy így lemaradtam ezzel a sorozattal, amióta befejeztem az Olympus hősei utolsó részét, azóta nem olvastam Rick Riordan-től, és hát úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó lehetőség arra, hogy beszerezzem a meglévő könyveket, mutatom is. Itt van mind a négy rész, ami eddig kijött magyarul. Az első az Elrejtett orákulum, a második könyv a Sötét profécia, a harmadik a Lángoló labirintus, és a negyedik a Zsarnok sírja. Ezzel most nagyon boldog vagyok, nagyon szépen néznek ki a polcon, és gondolkozok, hogy most az legyen, hogy belekezdek ebbe a sorozatba, vagy előtte újraolvassam az egész Percy Jackson krónikát, a két sorozatot, ami eddig megjelent. Nem tudom, az a baj, hogy már nagyon kevés részletre emlékszem, és egyébként meg annyira jó az a két sorozat, főleg az első, nekem az első jobban tetszett, hogy újra akarom olvasni. Szóval szerintem igen, ezt most így, miközben forgatom ezt a videót, el is döntöttem, hogy előbb újraolvasás, és csak aztán olvasom el ezt a négy könyvet, de mivel nagy akció volt, ezért nem bánom azt se, hogyha csak fél év múlva jutok el hozzájuk, vagy kicsit később, mert szerintem megérte. Ennél olcsóbban nem tudnék hozzájutni, molyan se árult a senki. Aztán az a könyv, ami miatt sokáig tartott, hogy eljusson hozzám a csomag, az a Mintha gonoszok volnánk, ami szeptemberi Buktyúk Könyvklub közös könyv. Én ezt a könyvet fogom olvasni a többiekkel együtt. Nem sokat tudok róla, annyit, hogy a Shakespeare-nek a Julius Caesar drámájának nagy szerepe van benne, és hogy vannak a főszereplőknek személyiségei a színpadon és személyiségei az életben is, de hogy nem feltétlen az a személyiséged a színpadon, mint az életben. Lehet, hogy furrosszul mondom, és hogy semmi köze hozzá a könyvnek, de én úgy tudom, hogy nagyjából ez van. Elolvastam a fülszövegét, még amikor kiválasztottam, hogy melyiket olvassam együtt a többiekkel, de azóta elfelejtettem, és igazából nem is akarom feleleveníteni, mert úgy a legjobb könyvet olvasni, ha nem tudom, hogy miről szól, és kb. Semmi spoilert nem tudok. A borítóról meg tudom, hogy van, aki nagyon oda van érte, de szerintem csúnya, nekem nem tetszik. Két borítóval is kiadták, a másik egy döglött madaras, és úgy gondoltam, hogy azért nem akarom, hogy egy döglött madaras könyv szerepeljen a polcomon, szóval ahhoz képest még ez a koponyás is jobb volt. És ha már 5 könyvet rendeltem, akkor gondoltam, hogy rendelek egy 6-at, hogy úgy érje meg, bár egyébként jobban megérte volna úgy megrendelni, hogy megrendelek 3-at együtt, meg aztán megint 3-at együtt. Mindegy, az a pár száz forint most nem érdekes, meg nem is akarom lehúzni a kiadót. És az utolsó könyv, amit választottam, az a Róka árnya, amit kicsit bánok, mert azóta az Aurora Rising nagyon elkezdett érdekelni, meg Hales is nagyon promózza, és nagyon érdekesnek tűnik, szóval kicsit bánom, hogy ez volt akkor a döntésem. De azért kíváncsi vagyok rá, azért választottam ezt, mert szeretem a japán mitológiát, és nagyon nagy keveset tudok róla, de amit tudok, az szerintem érdekes. Eddig nem nagyon volt szerencsém a japán mitológiás könyvekkel, a Vihartáncost olvastam eddig J. Kristofftól,
ami olyan egész okés volt, aztán a második rész már kicsit kevésbé volt okés, vagy hát kevésbé tetszett, de azért reménykedem benne, hogy ez jobban fog tetszeni, aztán majd meglátjuk. Következő két könyv szintén egy rendelés volt, ez Book Depository-ról rendeltem, úgyhogy kicsit sokáig tartott, amíg megérkezett. Az egyik könyv az XCO-tól, az XOXO. Van a BookTube Discord csatornán egy olyan veszélyes csatorna, hogy megjelenésfigyelő, ahova bepakolhatjuk az éppen megjelenő könyveket, vagy amik majd meg fognak jelenni. És azt hiszem, Niki rakta be, hogy ez a könyv majd meg fog jelenni a Kolibri kiadónál, viszont semmit nem lehet róla tudni, hogy mikor, és nekem nagyon-nagyon megtetszett ennek a könyvnek a leírása, meg a témája, ezért nem bírtam ki, és meg kellett rendelnem angolul. Már el is olvastam azóta, pont tegnap fejeztem be, és tetszett, tényleg azt kaptam, amit vártam. Egy olyan sztorit vártam, ahol van egy, hát nem átlagos csaj, mert nagyon jól csellózik, de hogy olyan szempontból átlagos, hogy nem híres, van egy K-pop sztár férfi főszereplő, először úgy találkoznak, hogy nem tudja a csaj, hogy ki a srác, megtetszenek egymásnak, aztán később megtudja a csaj, hogy ki a srác, és úgy kezdik el jobban megismerni egymást, meg ki tudja, hogy mi történik még. Szóval ilyen tipikus kádráma feelinget kaptam a könyvtől, azt is vártam el. Tényleg semmi nagy durranás nem volt, hanem egy cuki, romantikus történet, olyan karakterekkel, akik nem idegesítettek fel. Szóval, hogy én elégedett voltam, és volt egy mellékszereplő benne, Sori, akit nagyon-nagyon szerettem. Ez a könyv pedig az, hogy amikor az XOXO-t néztem, hogy honnan rendeljem meg, akkor ajánlotta, hogy mások ezt vették meg a szerzőnek más könyvei, és nagyon-nagyon megtetszett a borítója, és a leírás is, amit azóta elfelejtettem, annyira emlékszem, hogy valami fairy tale retelling van benne, és úgy kb. Ennyi. The girl who fell beneath the sea. Szóval a borítóból is látszik, hogy tuti, hogy ilyen tengeres lesz, és nem viccelek, ez a legszebb könyv, amit idén rendeltem. Sőt, lehet, hogy nem csak idén, hanem valaha, de idén biztos. Iszonyatosan gyönyörű, már csak így ez a borító is, így a védőborító, meg így picit megcsillan helyeken, amit szerintem a videóban nem nagyon fogtok látni. Ilyen a véd belseje, és ami brutál, hogyha én ezt itt leveszem, akkor így néz ki a védőborító nélkül. Nézzétek meg, hogy ez milyen gyönyörű már ez a gerinc. Nagyon durva. És a védőborítóval együtt meg... Szóval igen, kicsit beleszerettem ebbe a könyvbe, ahogy kinéz. Egész drága volt, mert ugye kemény fedeles, meg angolul is rendeltem, de teljesen megérte, olyan gyönyörű. A következő könyv, amit megvettem, a Tűz szülötte. Erről már sokat meséltem, hogy miért vettem meg. Besételtem a Librire, egy barátnőmre vártam, és ez a könyv így megszólított, elkezdtem olvasni, és teljesen bevonzott. A másik pedig, amit megvettem vele együtt, és eddig elsúnyogtam, hogy említsem, az a K-pop szigorúan bizalmas, a Kolibri kiadó jelentette meg. Annyit tudok, hogy azt hiszem egy csajbandának az egyik tagja, vagy egy trénie a főszereplője, és ennyi, és hogy K-pop. Azért vettem meg, mert érdekel a téma, ahogy rájöhettetek, szeretem a koreai dolgokat, és nem sok ilyen témájú könyv jelent meg eddig, szóval, hogy kicsit válogatás nélkül megveszem, ami megjelenik. Meg hát úgy gondoltam, hogy úgyis megveszem az XOXO-t, meg ezt is, és akkor ha elolvastam mindkettőt, akkor csinálhatok róla egy videót, szóval milyen tök jó ötlet. Így igazoltam a könyvvásárlásomat. Ezt még nem olvastam el, még hátra van, de most valószínű, hogy ebben a hónapban nem fogok tudni eljutni odáig, mert túl sok minden más van betervezve. Ez pedig Sárkányos, és odáig vagyok érte, és nagyon szeretem, és belinkelem a videót, amit csak erről a könyvről készítettem. És már majdnem a végén vagyunk, mindössze ez a négy könyv maradt hátra, ezzel pedig úgy jártam, hogy Rubival megbeszéltük, hogy csinálunk egy egymás kedvencét, olvassuk videót, és én az időcsodákat választottam az ő kedvencei közül, mert ő nagyon-nagyon szereti, és nagyon-nagyon sokat áradozott róla, szóval gondoltam, adok neki egy esélyt, és mivel kb. Csak az írónőtől lehet beszerezni őket,
és hogyha négyet veszel egyszerre, akkor nagy kedvezmény van rá, ezért megrendeltem mind a négyet egyszerre. Egyébként nem szeretek ilyet csinálni, hogy egy egész sorozatot egyben megveszek, bár az néha előfordul. Lásd mondjuk az Ulomerdőt. De én emlékszem, hogy a Csodaidőket olvastam 10 évvel ezelőtt, és nagyon odáig voltam érte, és tényleg Rubi is nagyon ajánlott, és igazából mindenkinek nagyon tetszik, szóval szerintem ezzel nem fogok mellé, hogy megrendeltem mind a négyet. És akkor mutatom őket egyesével. Az első rész az Időcsodák elágazó utak, a második rész az Ellenállók, a harmadik rész a Menekülők, a negyedik rész a Vezetők. Már nem sok mindenre emlékszem a Csodai Idők történetéből, de annyit tudok, hogy az Időcsodák az ugyanonnan indul kb. Mint a Csodai Idők, csak a szereplők máshogy hozzák meg a döntéseiket, és így máshogy alakul a történet. Tehát ez kb. Egy nagy mi lett volna, ha. És minimális skifi és családi kapcsolatok, és generációk, meg azt hiszem, hogy gyorsan telik az idő, szóval, hogy nem ilyen 1-2 év alatt játszódik le az egész, hanem 20-30. Legalábbis a Csoda Időkkel így volt. Szóval ennyit tudok, várom, és szerintem ezt a könyvet viszonylag hamar el fogom olvasni. Most úgy van beütemezve, hogy a Mintha a gonoszok volnánkat elolvasom, előtte még elolvasom a Julius Cézárt, és utána jön az Időcsodák. De mire ez a videó kimegy, ki tudja, lehet, hogy már el is kezdtem olvasni, vagy el is olvastam. Meglátjuk, hogy milyen tempóban tudok haladni vele. Még rendeltem 2 könyvet, de azok még nem érkeztek meg. Ez a 2 könyv a Tűz szülötte folytatásai, a második és harmadik rész angolul. Azt hiszem, hogy most már azért lassan meg kéne jönnie, és nagyon vérzik a szívem, mert nagyon-nagyon durván olvasni akarom, de egyszerűen muszáj haladnom a Butyuk Könyvklubos közös könyvvel, meg az Időcsodákkal is, amit ugye Rubival megbeszéltük, hogy olvasunk egymástól. Szóval, fú, hát annyi könyvet el kéne olvasnom, és ahhoz képest olyan kevés az idő, ráadásul sorozatok is vannak, amik tök jók, bár most nagyon nem vagyok rákattanva semmire, csak ilyen úgy, hogy megnézek egy részt egy nap, vagy ilyesmi. Szóval most jó, mert most tudok olvasni, de sokkal többet akarok olvasni, mert most nagyon-nagyon érdekelnek a könyvek. Szóval ezek azok a könyvek, amiket vásároltam a könyvfesztivál óta. Igen, ez se kevés, de most sokat olvasok, gyorsan olvasok, szóval nem vagyok mérges magamra, és olyan szépek, és szerintem mind tetszeni fog. Szóval nem impulzus vásárlás egyáltalán. És ezt most le is teszem, mert nem bírom tovább, és szét fognak esni, és meg fognak sérülni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha olvastatok bármit azok közül, amiket megvettem, akkor kíváncsi lennék a véleményetekre róla. Remélem, hogy tényleg jó vásárlások voltak, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban. Legyen szép hetetek! Sziasztok!